azt hiszem, hogy a személyesen egy elég nem jó történet kapcsán ismerkedtünk meg. Pontosabban a 70-es évek második felében, amikor Dunajvárosban dolgozott a néhány művész nyarant a Dunajvárosi Vasműnek a szimpóziumán, ahol gyári technológiából, meg gyári anyagokból, vagyis tehát ipari anyagokból készítették a munkáikat, és ezek nagyszerű munkák voltak, szóval óriási erővel bírtak a méretük, a gondolataik, minden elemük révén. Egy olyan országban, ahol ugye egyébként ilyesfajta művek nem kerültek nyilvánosságra. A Dunajvárosban pedig teljes nyilvánosságot kaptak. Ami a problémát jelentette, az éppen Galántainak egy nagyméretű, hatalmas műve, ami először a város bejáratánál, tehát ahol az országot aztán elágazik, ott kapott helyet, és később aztán a Dunapartra került. És úgy emlékszem, hogy én ezt akkor le is írtam, meg is jelent, valahogy nem találtam ezt jó műnek. És akkor a Galántai rám szólt, hogy mi az, hogy ez nem jó. És akkor ez egy nagyon lényeges fordulatot hozott a munkámban. Nem voltam egyéb, mint egy pályakezdő, aki a kortárs művészettel is szeretne foglalkozni, és ennek az összezördülésnek a kapcsán derült ki számomra igazán mérvadónak, hogy egy kortárssal való beszélgetés az adott műről, vagy attól függetlenül sokkal fontosabb, vagyis tehát a lehető legfontosabb, hogy nem a véleményét közli egy úgynevezett kritikus, vagy kortárs művészettel foglalkozó művészettörténész, hanem először feltárja a maga számára mindazt, ami az alkotót foglalkoztatta, és annak kapcsán gondolkozik el, olvas, stb. Tehát a lényeges a történetben az volt, hogy ugye Magyarországon legfeljebb újságkritika volt akkor, és az újságkritikából kijelentéseket ismert meg az ember, hogy ez jó, ez nem jó, mindegyik újságnak más szerzője volt, más gondolkodással, más ízléssel, de valójában a kritika nem jelentett egy fiatal ember számára nem derült ki, hogy mi is az a kritika. Tehát amikor leírok valamit, mint véleményt, úgy, mint végzett művészettörténész, akkor az mekkora felelősség, és hogy mi minden kell ahhoz, hogy akár egy fél mondatot leírhassak. Nem állítom, hogy a újságkritika azóta változott volna, de időközben azért rengeteg változás történt Magyarországon. A kritika szempontjából, a kritika elméleti vonatkozásai tekintetében, vagy az elméleti volta tekintetében egyáltalán. Minden esetre engem ez az esemény figyelmeztetett arra, hogy egy művészettörténeti megszólalás
hogy művészettörténészi megszólalás mögött mennyi minden munka kell, hogy álljon. És ezért tulajdonképpen igen hálás vagyok Valántainak, és remélem, hogy benne ez nem maradt meg úgy, ahogy én bennem azóta is ez működik, mint rettenetes lelkismeret furdalás. Tehát ez volt mondjuk a személyes megismerkedésünk történt, de azt hiszem. Hogyha mondjuk Gyurinak a műve vagy a munkáiról kellene beszélni, akkor így milyen művésznek tartja őt? Vagy így mondjuk ez így elég nehéz, gondolom. Csak mondjuk, mint egy művészettörténész számára meg talán jobban megfogalmazható az, hogy elhelyezni egy művészt bele a művészettörténetbe. Vagy igazából ezért is teszem fel, mert így Juliék is sokszor mondják, hogy a Gyurit sokszor így kiradírozták a művészettörténetből így a korábbi időszakokban, tehát hogy ezért gondolom, hogy ennek biztos volt valami oka, hogy ezt miért tették, de hogy ezért ő ugyanúgy ott van, meg művész, meg alkot, megcsinálja. Tehát attól függetlenül, hogy az Artpult is megcsinálta, meg lett a kiállítótér, és akkor ott ezeket a kiállítás eseményeket szervezte, hogyha ő mondjuk speciál nem is alkotott semmit, de akkor azt megalkotta, és az meg műként is értelmezhető. Sőt. Én tulajdonképpen azt emelném ki, nem is ugye elhelyezném, illetve lehet, hogy azzal együtt jár ez, mint inkább körvonaloznám azt, hogy egy olyan művész jelent meg vele, amilyen addig nálunk nem volt, tehát nem csak kimeríthetetlen aktivitással rendelkezik a művészeten belül, mint alkotó, hanem ez az aktivitás, ez mindenre kiterjed, ami a művészettel kapcsolatos. És persze, hát itt a különböző új típusú művészeti megnyilvánulásokról is lehetne beszélni, meg arról, hogy ő kiállításokat, műhelyeket szervezett, tehát ő mint alkotó a kezébe vette, vagy egyáltalán csinálta a művészeti életet is, a művészet megjelenését, és azután később meg az Artpoolal ennek mindennek az archiválását is. Tehát egy személyben nem tudnék még egy embert mondani, aki mindezt tenné, vagy tette volna, és azt hiszem, hogy kiküszöbölve mindazokat ő ezt úgy tette, hogy kiküszöbölte mindazokat a lépéseket, amelyekre az alkotók általában számítottak. Tehát az alkotók igényt tartottak arra, vagy szerettek volna, vagy lehetővé akarták volna tenni, hogy kiállított térben, vagy galériában, már akkor természetesen nem privát galériák voltak, hanem ilyen félig meddig állami, tehát a művészeti alaphoz tartozó helyszíneken megjelenessenek. Galántai egyszerűen fogta magát, és abszolút nem vette figyelembe, hogy ezek vannak, mármint hogy azok a dolgok vannak, amelyek nem engednek esetleg teret olyan új dolgoknak, amik őt foglalkoztatták, de ehelyett ő megteremtette ezeket a tereket, helyszíneket, lehetőségeket, műformákat. Tehát azt hiszem, hogy ami lehetséges műforma volt akkoriban, és itt a műalkotás létmódjára gondolok, tehát például a mail artra, vagy a happening-szerű műformákra, és minden másra. Ezeket ő egyszerűen csinálta, de emellett, és Magyarországon mondhatnám, hogy ezek egyikének másikának ő volt a meghonosítója, a lehető legtermészetesebben tekintett rá mindenre, ennek következtében történhetett az, hogy azt mondta, hogyha kiállítunk, akkor kell egy tér, akkor szerzünk egy
teret, és kialítjuk, és mind ki akarunk, és ez így teljes mértékben váratlan volt, és ma is az, hiszen az archívunkként is az Artpool az első, és tulajdonképpen valójában az egyetlen Magyarországon. Azt hiszem, hogy ez egy elég szokatlan mentalitás és művészi magatartás nálunk, de itt az előbb itt fogaráztam a nálam lévő varántai papírok között, és itt találtam egy nagyon jót, amit egy képeslapon 91-ben sokszorosított és küldött szét az Erik Satie-tól idézve, aki azt mondta, hogy amikor 20 éves voltam, azt mondták, majd 50 évesen máshogyan fogom gondolni. Most 50 éves vagyok, és mégsem gondolom máshogy. És akkor hozzáteszi Galántai, hogy most 50 éves vagyok, és Erik Satie jut eszembe. Tehát ezt csak azért idézem, hogy azt mondhassam, hogy az első pillanatok kezdetén tulajdonképpen semmit nem változott a személyisége és ennek a személyiségnek a jelentősége a magyar művészetben, mert mindig a nem vártnak a megteremtője, vagy lehetséges, hogy vártak azok a dolgok, amiket ő megteremt, de nem körvonalazottak, vagy mástól várják. Ő maga tette meg ezeket a lépéseket, és ma is ezt csinálja, ez a bizonyos tankó plusz egy dimenziós kiadvánnyal. Ezeknek a jelentősége nem csak az, és ma különösen érvényes ez, hogy megvalósítja, ami talán a levegőben lóg, hanem az is, hogy nem veszi figyelembe a létező rendszereket, és a létező kategóriákat, és a létező struktúrákat. Mondhatjuk azt, mintha állandóan újítana. Ez úgy tűnik, de tulajdonképpen nem erről van szó. Én egy kicsit az újítás mítoszát nem tartom annyira fontosnak. Nem, én azt tartom fontosnak, hogy megcsinálja. Tehát, hogy az üje vagy sem, hát persze, mivel ő csinálja meg, ezáltal feltehetően újak, amiket létrehoz, de nem ezt a vonatkozását emelném ki, hanem azt, hogy megcsinálja. Most vessük össze egy kortárs művészeti helyzettel, ahol az alkotók jelentős részét foglalkoztatja a valamilyen létező világjelenséghez való kapcsolódás, az ennek a megismerése, az ezen keresztül való érvényesülés lehetősége, és így tovább. Ezek a dolgok azt hiszem, hogy őt soha nem izgatták. Azt hiszem, hogy lényegileg ez a bizonyos plusz egy, ha nem is mind dimenzióként, de a plusz egy az mindig izgatta, és ha ezt dimenzióra fordítom át, akkor azt mondanám, hogy nem Tankus Irató Károly logikájával, akkor azt mondanám, hogy úgy tűnik, mintha ő többet látna a világban, mint amennyit a járt vagy járt úton lépők ismernek, mint hogyha a számára az eltelt évtizedek során sem vesztett volna érvényességéből az, hogy mindig van
lehetőség többet látni, többet csinálni, és ebben a vonatkozásban azt hiszem, hogy nem befolyásolták őt sohasem azok a dolgok, amiket ilyen irányzékoknak nevezhetnénk a művészeti életben. És emiatt az ember mindig vár is tőle valamit, mi az, amit még hoz ebből a többiek is általunk nem ismert világból, ami tehát egy lehetőség tömeg, és ez nagyon fontos dolog, tehát az, hogy az embernek nyújtja azt a lehetőséget, hogy őtőle mindig várjon valamit. Ez fontos. És persze minden alkotóval kapcsolatosan fennáll, de általában egy kutató életmű tekintetében mondhatnám, hogy még a meglepetésekkel is találkozik az ember minden alkalommal, akkor is azok egy művészettörténeti logikába illeszkednek, amit Galántai hozott, az is egy művészettörténeti logika, csak egy teljesen új logika, mégpedig talán éppen ennek a lehetőségeknek, hogy a megcsinálásnak, a megvalósításnak a logikája nem valamely, nem feltétlenül valamely hagyományosabb értelemben vett mesterségnek a logikájából fakadó hagyományos művészeti vagy művészettörténeti logika. Hát ilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy függetlenül most ennek a szónak a művészettörténeti és elméleti indokoltságától, hogy ő egy igazi avantgárd művész, de nyilván más fogalmak is használhatók vele kapcsolatban, de ebben a tekintetben tehát abban a tekintetben, hogy másként is fordítva és is lehet látni, lehet nézni, sőt hogy lehet olyat csinálni, ami még nem volt ebben a tekintetben. Én mindenképpen azt mondanám, hogy a igen kevés igazi avantgárd művészünk egyik előző. És nem túl sikerült ez a hosszú szöveg, csak közben magamnak is meditálnak erőt. A gondolkodás már csak ilyen. Jó is. Én ennek annak idején, amikor a Mucsanokba kerültem, és az Erzurumba Galántai retrospektív kiállítást terveztünk, én ezt rendkívül fontosnak tartottam, mert nem mindig addig olyan jelenségek, olyan életművek vagy retrospektív kiállítások kaptak helyet, amelyek inkább talán a hagyományos művészet történeti szemlélethez
kötődőek voltak, és Galántai akkor már évtizedek óta aktív volt, és olyan képtelenségnek tűnt, hogy abban nem lehet betekinteni, hogy is működik egy ilyen ember, hogy működik ez a fajta művészet. Ennek a tanulmányozásának a lehetőségét is szerettem volna bemutatni, meg egyáltalán azt, hogy ez nyilvánosságra kerüljön együtt, ez az egész legyen súlya és következménye annak, hogy egy ilyen anyag sűrű volt nagyon a kiállítás, hogy egy ilyen anyag megjelenik. Sűrű volt egyrészt a különböző médiumok miatt, amikben dolgozik, vagy amikkel dolgozott, és a rengeteg mű miatt, amit létrehozott.